Az utolsó utáni pillanatban néhány nappal a rajta előtt fogadta el a Székelyudvarhelyi Női Kézilabdaklub nevezését az A-osztályos bajnokságban a Román Kézilabda Szövetség. A C csoportba sorolták az udvarhelyi csapatot, amely az első fordulóban szabadnapos, jövő vasárnap Törgöviste csapata ellen kezd hazai pályán. 8-0-ra nyerte első belföldi bajnoki mérkőzését a Csíkszeredai Sportklub jégkorong csapata. A csíkszentdomokosi Márton Áron Háci fiataljai ellen az idegen légiósok közül csak ketten játszottak. A két csapat ma este ismét jégre lép a Vákár Lajos csarnokban. A hétvégén kezdődik a teremlabdarúgó első liga, majd egy hét múlva a második liga is rajthoz áll. A két pontvadászat esélyesei a csíkszeredai Imperial Vet és a marosvásárhelyi VSK egymás elleni barátságos mérkőzéssel készült a rajtra. Jelentős átalakításon esett át a csíkszeredai Imperial Vet kerete a nyári szünetben azzal a bevallott céllal, hogy a bajnoki címre törekedjenek. Ennek érdekében számos bel- és külföldi játékost igazoltak, többen olyanok, akik már nyertek bajnokságot más klubok színeiben. A kispadra azt a Koszmin Germánt hozták, aki Marosvásárhelyen és Déván volt sokszoros bajnok, a marosvásárhelyi Szitiásszal pedig edzőként is nyert bajnokságot. Kérdésünkre Germán elsorolta, hogy kik is a legnagyobb ellenfelei az idén. Ott van Temesvár, Románia bajnoka, Déva, amely egy fiatal és ambíciós kerettel, valamint egy spanyol edzővel rendelkezik, illetve Galac, amely az utóbbi időben mindig kényelmetlen ellenfél volt. Ezek azok a csapatok, amelyek erős ellenfelek lesznek, de én maximálisan bízom a csapatomban, mert szerintem mi vagyunk a legjobbak. Egy szinten lejjebb a frissen alakult Marosvásárhelyi VSK is az első helyre tör. A megszűnt Szitiász helyére lépő csapat ismét az élvonalba vinné Marosvásárhely teremlabdarúgását, hiszen a 6 bajnoki cím kötelez. Kacso Endre csapatmenedzser bízik a fiúkban, de óvatosságra int. Nem lesz könnyű, sokan azt mondják, hogy már be is vagyunk jutva, nem, mert sok munkával van, sok fiatal van, és ez lesz a kicsit a nehéz, mert mind olyan tapasztalt csapatokkal játszunk már a B-divízió szinten is, de én bízok bennük az edzőkbe, pedig a játékosban, és szerintem azt mondom, hogy a bejutás az a legfontosabb dolog. A két csapat iramos, hosszas előkészületi mérkőzést játszott, hosszú ideig a másodosztályú csapat egyenlő ellenfele volt a bajnok jelöltnek. Az Imperial Vet nagyobb játéktudása azonban érvényesült a végén, és a csíkiak 6-2-re nyerték a találkozót. Az Imperial Vet első bajnoki mérkőzése hétfőn lesz, és már is egy kemény feladat vár rá, hisz Galacra az említett három rivális egyikének otthonába utazik.